Kádár Kata népballada. Gyulainé édesanyám, engedje meg azt az egyet, hogy kérjem meg Kádár Katát, jobb ágyunknak szép lányát. Nem engedem Kádár Katát, jobb ágyunknak szép lányát. Vagyon itt a faluban király lány, s báró lány. Nem kell nékem király lány, nem kell nékem báró lány. Csak kell nekem Kádár Kata, jobb ágyunknak szép lányát. Szolgám, szolgám, édes szolgám, vezesd el őt be egy paripám, mert elmegyek bújdosásba, hideg mezőzt városába. Mondd meg nekem, szőlő pásztor, mi hír vagyon a faluban? Semmi rosszat nem hallottam, de Kelmetről elég rosszul. Elvesztették Kádár Katát, Kádárnének szép lányát. Belévették a nagytóba, a feneketlen nagytóba. Gyere velem, szőlő pásztor, feneketlen tómártyára. Neked adom szürke lovam paripának. Elmentek a nagytóhoz, feneketlen tómartjára. Itt vagy el, szól, Kádár Kata, jobb ágyónak szép lánya. Itt vagyok, Gyulai látom, itt vagyok, de már meghalok. Belészökik a nagytóba, a feneketlen nagytóba. Egy gondolat már régen motoszkált bennem, és most érett úgy meg, hogy megpróbálni egy ilyen rendhagyó összejövetelt, amikor nem előadókat hívunk, és hallgatóság van, mert hisz ilyet lehet bárhol látni. Az olyan nagyon hivatalos, nagyon hideg. Próbáltam valami olyat kitalálni, hogy közelebb kerüljön az emberekhez, illetve az emberek egymáshoz kerüljenek közelebb. Talán ez volt a fő cél. Olvassak föl egy gondolatot abból, amit hallottunk, hogy általában a költők eléggé mélyen rejlő gondolatokat próbálnak olyan szavakkal tulajdonképpen megfogalmazni, amelytől mi magunk azt mondjuk, hogy érdekes, hogy ezt én magam nem tudtam kitalálni. Kész a leltár. Magamban bíztam elejétől fogva, ha semmi esélyes, nem is kerül sokba az az embernek, semmiképp se többe, mint az állatnak, mely elhull örökre. Ha féltem is, a helyemet megálltam, születtem, elvegyültem és kiváltam. Meg is fizettem kinek, ahogy mérte, ki ingyen adott, azt szerettem érte. Ez egy ilyen első próbálkozás. A témája tulajdonképpen nem konkrétan egy valami, hanem az, ami a közös mindegyik, hogy mindenki azt a verset mondja el, ami közel áll hozzá. Nagyon örülök, hogy sokan eljöttek, méghozzá olyanok is, akik mondták, hogy van versük, amit szeretnek, de nem merik elmondani. Remélem, hogy legközelebb majd ők is el fogják mondani, hiszen ez nem szereplés, hanem inkább egy beszélgetés. És hát nagyon izgultam, és izgulok, de bízom benne, hogy talán ezzel egy hagyományt lehet teremteni egy ilyen idézőjelben irodalmi kávéház című összejövetelt, hiszen annyi mindenről beszélünk, annyi mindent csinálunk, rohanunk mindenhova esetleg. Ez is egyfajta kikapcsolódás, és a művészetnek valóban egy olyan ága, ami eddig bábolna a társadalmi és kulturális életéből hiányzott. Igénytelen polgárkalács volt, olyan egyszerű, mint falu, és mégis úgy megnőtt azóta, mint úrvacsora szimbólum. Száguldó évek távolából megérzem néha jó szagát, a tűzhelytájáról elindult, betölt szívet, betölt szobát. Lelki kenyér, inség, időkben verőfényes vigasztalás. Pedig tudom, a keze a föld már, és nincs több keddi kalács.